ha Fidesz támogatással indul, akkor mindenképpen ehhez a politikai közösséghez kell, hogy tartozzon. Ez volt az egyik szempont, amit mérlegelve Tolna polgármestere Berta Zoltánt a város jelenlegi külsős társadalmi megbízatású alpolgármesterét kérte fel önkormányzati képviselőjelöltnek. Emellett azok is fontos érvek voltak, hogy Berta Zoltán 4 éve napi szinten dolgozik együtt Appelszófer Ágnessel, a közös munka pedig mindkettejük szerint kiegyensúlyozott, valamint hogy a mostani alpolgármester jó kapcsolatot ápol a helyiekkel is. A döntés előkészítésben már korábban is részt vett, de hát az is nagyon fontos, hogy az ő szava is ténylegesen számítson a képviselőtestület szavazása szempontjából. A Fidesz mellett a kisebbik kormánypárt, a KDNP is támogatja Berta Zoltánt, így mindkét politikai közösség őt indítja el Tolnán március 3-án képviselőjelöltnek. A polgármester Zoltán a legalkalmasabb jelölt Tolnán. Tolnán mindenki ismeri Zoltánt, nagyon sokat dolgozott, kézben tartja a városnak a gazdasági ügyeit, az egész városért érez felelősséget, és nyilván ebből az adott nehéz helyzetből adódóan helyt fog állni az egyéni körzeti képviselőként is. Az eredetileg közgazdász végzettségű Berta Zoltán 2016 óta tagja a Fidesz Magyar Polgári Szövetségnek, 2014 óta a város alpolgármestereként főleg a helyi városüzemeltetés irányítása volt a feladata. Azt mondja, megválasztása esetén elsődleges célja az lesz, hogy bevonja a körzetében élő, mintegy 800 tolnait a helyi közéletbe. A személyes jelenlétre, a helybéli lakókkal való konzultációra fogom a hangsúlyt fektetni, mind a kampányidőszakban, illetve hogyha megválasztanak a körzet polgárai, akkor azután a következő hónapokban is erre fogom a hangsúlyt fektetni. Szükségszerű, hogy megismerjük az ő véleményüket, szükségszerű, megismerjük a gondolataikat. Jövőre nem csak időközi, rendes országgyűlési önkormányzati választást is tartanak. Tolnán azért kell mégis március 3-án voksolniuk a helyieknek, mert Pirgi József halála és az országos választás között több mint 6 hónap telik el.